Az idén is a megszokott alapszolgáltatásokkal várja az ügyfeleket a Sátoraljaújhelyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Az itt lakók önkéntesen és díjmentesen vehetik igénybe a következő szolgáltatásokat. Az életvezetési tanácsadás, a ügyintézésben való közreműködés, a különböző ellátásokhoz való hozzájutásban való közreműködésünket, segítésünket. Itt gondolhatunk a szociális, a társadalombiztosítási, családtámogatási ellátásoknak a ügyintézése, illetve egyáltalán mit, hol, hogyan kell intézni. Ebben tudunk segítséget nyújtani, krízishelyzet feltárása, esetleges elhárítása, beavatkozás vonatkozásában. Külön foglalkozás indult a tartósan munkanélküli személyek számára, a hátrányos munkaerőpiaci helyzetük javítása érdekében. A tartós munkanélkülieknek kötelező együttműködési kötelezettsége van a családsegítő szolgálattal, és ennek keretében legnagyobb létszámban ezek a kliensek fordulnak meg nálunk. Az együttműködés során nem csak a koordinálás a feladatunk, hanem egyéni esetkezelés és csoportfoglalkozás formájában próbáljuk őket segíteni az elsődleges, illetve másodlagos munkaerő piacra való visszajutás érdekében. A családsegítő szolgálat célja, hogy a foglalkozások során olyan gyakorlati segítséget nyújt, amelyek alkalmazásával újra elhelyezkedhetnek a munkakeresők. Kiemelten foglalkozunk az 55 év felettiekkel, akik már rendszeres szociális segélyesek, mert hiszen ők vannak leghátrányosabb helyzetben abban a szempontból, hogy ismételten dolgozhassanak, visszakerülhessenek az elsődleges munkaerőpiacra. Az elmúlt évben 22 alkalommal került sorcsoport foglalkozásra, amelyek közel 100 fő részvételével zajlottak. Igyekeztünk arra összpontosítani, hogy ezek a kliensek megtartsák az önálló életvezetési képességüket, vagy ha nem, akkor segítsük újbóli kialakítását. Lehetőséget biztosítottunk a különböző képességek fejlesztésére is, itt, ami elsősorban az első interjú, a önéletrajz, szakmai önéletrajz, motivációs levél megírására, netalántán szövegértés, kiejtésre is kiterjedt. Ezek mellett a kommunikációs készség fejlesztésére, valamint a munkahely megtartásával kapcsolatos viselkedési mechanizmusokra összpontosítottak a foglalkozások során.